Köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben, sak magazinban. Gunyác műsor műsorvezető vagyok. Mivel Varga Péter nagymesterünk a mai napon is távol van, egyedül vagyok kénytelen élni azzal a megtisztelő lehetősége, hogy a kedves nézőket tájékoztassam a világ és a megye és a város sak eseményeiről, annak dicsőséges és átlagos eredményeiről. Sokan értesültünk arról a médiából, hogy sok Európa bajnokság megrendezésére került sor a közelmúltban. Mint egy 40-50 ország indult a férfi és a női SAK csapat Európa bajnokságon. Hazánk válogatottja is részt vettek -e az Európa bajnokságon, sajnos felemás eredménnyel. Először is a hölgyekről, hiszen hölgyeké az elsőbség. A női válogatottunk régi rutinos sakkozókból áll, talán udvariatlansága hölgyekről azt mondani, hogy régi rutinos sakkozók. A valóságban azonban ezek a szép fiatal 30-as éveik elején járó hölgyek már rutinos, nagyon rutinos és tapasztalt sakkozók. A válogatottunk a korábbi játékosokból állt, egy Hölgy, egy vietnámi magyar uh, Csang nagymesternő volt a válogatottunk első táblása, a Garalányok, Garatícia, Garanita, Lázárné, Vajda, szino, Szidónia. Tehát mind-mind olyan sakkozók voltak uh, Terbe Júcsival, akik uh, már sokszoros válogatottak. A Terbe kisasszony persze ide nem értve, aki az utóbbi időben fiatal kora uh, következménye is a szorgalmas munka eredményeképpen igen nagy fejlődésen esett át, ő nem volt még olyan rutinos és olyan tapasztalt válogatott sem, mint az imént említett hölgyek. Női válogatottunk hetedik legerősebb csapatként volt rangsorolva értékszám alapján az Európa bajnokságon, váltokozó szerencsével küzdöttek a hölgyeink, és végül tizedik helyen érkeztek célba, kisé nem, nem, is azt mondom, hogy szerencsétlen vagy gyenge volt a hajrá, küzdöttek a hölgyeink, nagyon derekasan küzdöttek, nem jött ki mindig úgy a lépés, ahogy akár ki is jöhetett volna. A hölgyek esetében a magyar válogatott tizedik helyet tulajdonképpen átlagosnak tekinthető, papírforma szerű eredménynek, hiszen a hetedik, vagy nyolcadik, vagy tizedik hely szinte tulajdonképpen ugyanaz. A hölgyeink teljesítményét egyébként ugye dicséret illeti, ők igazán oda tették magukat, és nagyon küzdöttek most a svájci rendszerű Európa bajnokságban, ez ezt a helyezést jelentette, tehát nem sikerült kiugró teljesítmény sem elérnünk, de igazából nem is tekinthető gyengének ez az eredmény. Férfi válogatottunk megfiatalodott, az utóbbi években válogatottjainkból a magyar sakk élő, meghatározó sakkozói hiányoznak. Tudjuk, hogy Polgár Judit már sajnos évekkel ezelőtt jó pár éve abba hagyta a versenyszerű sakkozást, és ő már nem állhat a válogatottunk rendelkezésére. Ezúttal a legjobb aktív magyar sakkozók sem játszhattak bizonyos okoknál fogva, így nem játszott az egyedülálló klasszis Lékó Péter, nem játszott a jelenleg legmagasabb értékszámú fiatal titánunk Rapport Rihard, és nem játszott a viszonylag kevéssé ismert, de szintén világklasszis Almási Zoltán sem. A válogatottunk új kapitányjal, Márkus Róbert nagymesterrel, és fiatal sakkozókkal derekosan harcolt, a Azonban gyengére sikerült, és végül a 26. helyen kötötte ki, ez még a középmezőnyben található. A válogatottunk szereplése a férfiaknál. Talán nem vagyok ünneprontó, ha azt mondom, hogy kicsit gyengére sikerült. A csapattagok harcoltak, de csak Berkes Ferenc nagymester ért el egyedülálló teljesítményt. Több érmet is bezsebelvezen a csapat Európa bajnokságon. Berkes nagymester, tehát motorja volt a magyar válogatottnak, sajnos a többiek nem tudtak olyan teljesítményt nyújtani, mint Berkes nagymester, aki bízunk benne, hogy még sokszor áll a magyar olimpiai csapat rendelkezésére. Bízunk benne, hogy a közeljövőben még aktivizálja magát, tehát a, a nagy csapatban, a nagy játszik majd Lékó Péter, játszik majd Rapport -Rihád, játszik majd Almási Zoltán, és remélhetőleg játszik majd benne például a 20 éves Gledura Benyámin, akinek az a magas tábla az Európa bajnokságon sokak szerint magas volt, minden esetre minden esetre Gledura nagymester még a későbbiekben tovább fejlődhet, és az olimpiai csapaton meg, egyik meghatározó tagjává is fejlődhet. A csapat Európa bajnokságról evezünk át helyi ö, hírekre. A nemzeti csapatbajnokság második osztályának az úgynevezett NB-2-nek a küzdelmeire. A Közelmúltban került megrendezés az MB2 negyedik fordulója, ami több szempontból is figyelmet érdemlő volt. Tehát választ kellett kapnunk arra, hogy hogyan folytatja a szereplését megyénk egyik csapata, a Tiszavasvári ese. A korábban oly dicsőséges Tiszavasvári csapat most kisé gyengelkedik, és általában a mezőny hátsó részében foglal helyet, míg majdhogy nem versenyt fut a jobb helyezésekért Nyíregyháza két MB2-es csapata, az NVSC és a Nyíregyházi Egyetem. Nos, az MB2 negyedik fordulóját egy Mondattal tudnám jellemezni: Nyiregyháza mindent vitt, Nyiregyháza győzött. Először is, ugye, Tiszabasváriról, amelyik Nyiregyházi, nem, nem megye székhelyi csapat. Tiszabasvári karcaggal mérkőzött meg, nélkül nélkülözte a a legjobb játékosát, egy ö, igencsak nagymester erejű román nemzetközi mestert, aminek köszönhetően a nagy küzdelemben végül 6-6-os döntetlen született, ö, óriási küzdelem volt, és ö, én azt hiszem, hogy a Tiszavasvári 6 pontjával, 6 táblapontjával dicsőséges teljesítményt ért el, így ö, Tiszavasvári 4 mérkőzés után 17 táblaponttal az MB2 8. helyén áll. Káprázatos sikert ért el a Nyíregyházi Egyetem csapata. Az egyetemisták a Debreceni Bajnoksak kiskolával mérkőztek meg, és méltóak voltak a csodaszép versenyteremhez, a Megyeháza díszterméhez. A Megyeháza díszterme bizonyos vagyok benne, hogy inspiráló az egyetemista csapat, egyetemi csapatnak a játékosaira, ugyanis egyetemistákhoz hasonlóan, illetve nem hasonlóan nem tanulók, hanem oktatók voltak ezen a mérkőzésen. A Debreceni Bajnok Sakkiskolának ezen a mérkőzésen a második helyezés jutott, ugyanis az egyetemisták 9-3-ra letarolták a Debreceni Bajnok Sakkiskolát. Az egyetemisták ezzel a tabella második helyén állnak, és mondhatjuk akár az, hogy lehet, hogy még lejjebb fognak csúszni a későbbiekben, és nem tartják számon őket az érmes helyezésre vártak között. Én azonban hangsúlyozni kívánom, hogy pillanatnyilag a második helyen állnak, négy mérkőzés során 28 táblapontot szereztek, tehát 7 5 átlagot értek el az egyetemisták, ami azt hiszem, hogy magáért beszél, függetlenül attól, hogy most az erősebb vagy a közepes csapatokkal mérkőztek az eddigi négy fordulóban. Véssük, agyunkba a Nyíregyház Egyetem csapata jelenleg a második helyen áll. Sláger mérkőzésre került sor az NVSC szírma besenyő mérkőzésen. Sokak szerint a két legerősebb csapat mérkőzött meg ezen a találkozón, és alig titok, hogy mind az NVSC, mind a Szírma-Besenyő az MB2 megnyerésére pályázik. Az NVSC korábban már túl volt a tavalyi ezüstérmesen, edelényen, és 9-3-ra le tudta tarolni az edelényi csapatot, és ö, most ezen a mérkőzésen... Ö, azt kellett eldönteni, hogy a két bajnok aspiráns közül melyik tud erőt venni a másik csapatán, azaz melyik tud nagyot előrelépni az MB2 megnyerése érdekében. A szirmabesenyő csapata hát egy kis Településről van szó Borsod megyében, azonban a szirmabesenyű csapata nem egy egyszerűen gyenge vagy átlagos csapat, tudni kell ugyanis, hogy román, szlovák és ukrán mesterekkel megerősített csapat. A Nemzeti Csapatbajnokság versenykírása alapján egy mérkőzésen csupán három külföldi szerepelhetett, ezért a szirmabesenyűek egy szlovák mesterüket nem ültethették asztalhoz, de... de Fiacsán Robert, szlovák mester, Alexandru Ovidiu, Stanciu, román mester, vagy Ráczdán nagyváradi román mester azért meglehetősen ismert név a sakszakmában. Ők asztalhoz ültek, és tulajdonképpen a szírmabesenyő besenyő nagyon erősen állt ki erre a mérkőzésre. Az utolsó táblán egy magyar honosságú, tíz éves ukrán kisfiút ültetett le, aki, hát néztem a partit, nagyon ügyesen és találóan játszott, végül persze elvérzette az NVSC ifjúsági játékosa karmai között. Ez a mérkőzés tehát sorsdöntőnek volt minősíthető az MB2 bajnoki címe szempontjából. A hazaiak az NVSC, amelynek szerénységem a csapatkapitánya, a legjobb összeállításban ült asztalhoz. Pár év szünet után sikerült asztalhoz öltetni a, a tízszeres megyei bajnok Rácz Zoltán Fidemestert is. A hazaiak tehát ugye erejük teljében öltek asztalhoz, azzal a kis javítása, hogy jó magam is játszottam a mérkőzésen, tehát lehetett volna akár erősebben is kiállni a mérkőzésre, de az összeállítás mégis nagyon ütős, eredményes volt. A mérkőzésen, mivel magam is játszottam, jelen voltam, személyesen tudok beszámolni, hát az nem kifejezés, tehát nem kellően jellemző kifejezés és mondat, hogy óriási küzdelem volt. Az első parti három óra elteltével ért véget, a sakkozók között ez, ez akár még gyors parti befejezésnek is tekinthető. Egy játékosunk, Levicki Tibor Fidemester, Raddan Fidemestert tudta megadásra késztetni, és, és ezzel előnyhöz jutott az NVSC, egyenlíteni tudott a szirmabesenyői csapat, ugyanis vacsília mesterünket a szlovák nemzetiségű Thomas Ligárt megadásra tudta ké késztetni egy rendkívül érdekes, egy gyalogáldozatos, feszült, nyílt állásban. Ezek után nagyon sokáig nem fejeződtek be partik. A negyedik óra végén és az ötödik órában kezd, kezdtek befejeződni a partik. Kitartották az NVSC eltábláin nemzetközi mestereinket, tehát Tiba nemzetközi mesterünk is döntetlenül végzett a sötét figurákat vezetve, és Varga Péter nemzetközi mesterünket is, aki most ugye nem tud itt lenni mellettem. Őt is kitartotta Robert Fiacsán szlovák mester. Péter is ugye nagyon-nagyon küzdött, még minőséget is áldozott, hogy megfuttassa a szabad gyalogjai, de végül döntetlenben oldódott fel a parti. Több partit nem vesztettünk, illetve még egy partit vesztettünk, egy fatális mellénézéssel, tévedéssel, Borsavölgyi Tamás mesterünk vesztett az egri Pál Attilával szemben. Tamás elmondta nekem a, a mérkőzés után, hogy úgy gondolt, hogy ő fogja elsőként befejezni a partit, és két-három óra alatt megnyeri a partit. Sajnos egy elnézéssel rossz állásba keveredett, és a játékidő hatodik órájában fel kellett, hogy adja a küzdelmet. A két vereségünket tudtuk ellensúlyozni számtalan győzelemmel, ugyanis a végeredmény öt és fél óra, tehát a játékidő hatodik órájában kialakult, hét és fél, négy és fél arányban tudta az NVSC az egyik legerősebb csapatot, a bajnokságra törő szírma besenyőt megállítani, és ezzel az NVSC igen-igen igen nagyot lépett előre a, az aranyérem érdekében. A tabella most úgy néz ki, hogy Szirmabesenyő maradt az első helyen 31,5 ponttal, második helyen áll az NVS a Nyíregyház Egyetem, mint mondtam, 28 ponttal, mögötte következik Hajdú Böszörmény, szintén igen erős csapat, mindig éremesélyes és mindig érmetszerző, és negyedik helyen áll az NVSC 26 ponttal, tehát 5,5 ,5 pont a hátrány a Szirmabesenyővel szemben, de ez igazából nem hátrány, hanem tulajdonképpen előny, mivel az NVSC volt már erőnyerő, tehát három mérkőzésből hozta össze ezt a 26 pontot, míg Szirmabesenyő négy mérkőzésből szedett össze 31,5 pontot, és hogyha a, az NVSC a konkurenciát le tudta győzni ilyen irányban, akkor borítékolható, hogy egy gyengébb csapattal szemben nem 5,5 ,5 pontot, hanem attól jóval többet, mondjuk akár 9-et fog szerezni, tehát én azt tudom kijelenteni, hogy az NVSC egyre nagyobb valószínűséggel bajnok lesz az MB2-ben, és csodálatosan szerepel a Nyíregyházi Egyetem csapata is. Ezek után szeretném ö, ö, megyeszékhelyünk játékosainak néhány alkotását bemutatni, néhány partit bemutatni a kedves nézőknek, remélem tetszeni fognak ezek a tartalmas és szakmailag kiváló alkotások. A most következő partiban egy, egy rövid, de ugyanakkor nagyon tartalmas küzdelemnek lehetünk a szemtanúi. Az MB2 harmadik fordulójában ö, játszottuk ezt a partit, amikor is az NVSC edelényt fogadta, azt a csapatot, amelyik már kétszer is elütötte a fényes éremtől, az nvsc t Egyik játékosunk, Gulyván Laci, egy rendkívül taktikus... Ö, ö, kombinatív stílusú sakkozó mondta, hogy hát azért nem sikerült az előző bajnoki évben Edelényt legyőzni, mivel hogy ő nem játszott. Hát természetesen most ősszel Laci játszott a partiban, játszott a mérkőzésen, és egy rövid és csodás győzelemmel juttatta az NVSC-t vezetéshez Edelénnyel szemben. A világos figurákat az ederényiek hölgy sakkozója Suhai beáta Barbara vezeti, a sötét figurákat pedig Gólyván Laci vezeti. A partiban a szicíliai védelem egy ritka változatára került sor, tehát a szicíliai védelem e4 és c5 után alakul ki. C5-öt lépett Gójvállaci tehát ez egy aszimmetrikus változat, aszimmetrikus megnyitás. A D5 és F5 pont ellenőrzését, sötét ugye a D4 pont ellenőrzésével igyekszik feloldani. Huszár F3 következett, ami a leggyakoribb folytatás a szicíliai védelemben. Huszár F3 és erre Laci a húzott gyalog A6, ez ha jól emlékszem, egy levelezési sakvilágbajnokról, egy belga főnemestől, szőr Alberic O'Kelly de Galvéről nevezték el, aki igen gyakran játszotta ezt a korai A6-ot. a D4-gyel főfolytatással válaszolt, D4, amire be kell ütni D4-re, üt D4, Huszár D4, és huszár F6 volt a válasz. Világosnak lehetősége van előttel tel támadni, térelőnyhöz jutni, de arra sötét akár huszár d 5 válaszolhat egy ajahín védelemre jellemző álláshoz. Nem próbálkozott Szuhai be a ilyen hazárt kísérlettel, ilyen kétélű kísérlettel, nyilván tudta, hogy Gólyván Laci egy rendkívül Leleményes sakkozó, ezért egy stabil futó D3-mal támasztotta alá az E4 gyalogot, futó D3, amire E5 következett. Elkergetve D4-ről az a huszár, huszár visszakozott F3-ra, megtámadva az E5 gyalogot, és erre Gújválaci D5-tel válaszolt. Egy nagyon érdekes gyalogáldozat ez, nagyon érdekes. Bea ö, leütötte a D5 gyalogot, üt D5, amire Laci beszúrta a gyalogvillát, E5, E4. Világos tisztet veszít gondolhatnánk, azonban Bea vezér E2-t húzott, vezér E2, és bizony az a gyalog nem üthet sem erre sem, tekintettel arra, hogy... Ö, ö, Mögötte áll a király, a gyalog nem léphet el az Evonaról, mert le van kötve a vezér miatt. Ezt ugye valóságos kötésnek nevezük, mert a lekötött figura nem léphet el. Gújvállaci gyors fejlődéssel futó B4-et lépett, és erre be a király F1-el válaszolt, kilépve a futó hatóköréből. Talán más folytatás erősebb lett volna, most azonban Gújvállaci el tudott sáncolni. és be a kasszírozta a következő gyalogot is, futó üt e négy. Hát igen, két gyalog előnye van világosnak, azonban a figurái kisé torlódnak, nehéz játékba hozni a H1 bástyát, kemény kötés fenyeget az evonalon, vonalon itt természetesen bástya e 8 kérdezte meg a kötéstről Beát. Tehát bástya e nyolc. Futó G a válasz erre, amire a kötés fokozása következett. Futó E-föttel recsegropog az állás, tartani kell az e pontot, különben tisztet veszít világos. Huszár BD2 következett. Sötétnek is erősítenie kell az e pont elleni nyomást az F6 huszár le van kötve, huszár bd 7 tel folytatta Gulyván Laci, és erre következett C3. Lassan konszolidálja az állását világos, Laci azonban egy, egy laza mozdulattal ott hagyta a futót B4-en, és huszár C5-öt lépett. Erre következett üt B4, tehát tisztelőnyhöz jutott ö, az edelényi játékos, erre Gulyvállacik kasszírozta a tisztet, huszár üte négy, huszár üte négy, és futó üte négy. Fentartotta tehát sötét a Futó ellépésével kapcsolatos fenyegetéseket, és most nagyon nehéz bármit is csinálnia eh, ahhoz, hogy szét ne essen a, a királyállása. Tehát nem nagyon tud úgy ellépni a vezérrel a kötésből, hogy vissza ne nyerje a gyalogot d illetve eh, azt tudja még esetleg tenni, hogy, eh, hogy a királyt a vezérét D-2-re helyezi vezér 2 és Lacinak itt most lehetősége van leütni a lovat is, visszanyerni a d gyalogot, de ő azért többre pályázik ettől, a figurák gyors fejlődésével H6 elzavarja a futót. Világosnak át kellett számolnia, hogy ad-e valamit a futó H6, üt H6, vezér H6, majd huszár g de sajnos semmit sem, mert a futó G6 visszakozással nem tud továbbjutni a támadásban, értelmetlen a tisztáldozat, ezért Világos leadta a futót F6-on, futó F6, vezér F6. Nézzük meg, kedves nézőink, az adott állásban, hogy, hogy ahogy fogy az anyag, és hiába van még mindig gyalog előnye világosnak, lassan olyan cserék után vagyunk, hogy egyre inkább jelentkezik a világos haderő fejletlensége. A bástyák nem dolgoznak, sőt a h 1 álló világos bástya focisan mondva tacson van. Vezér D4-et lépett az állásban, világos ami egy szörnyű elnézés. Azért mondom, hogy szörnyű elnézés, mivel itt azonnal véget lehet vetni a zenének. Nem tudom, a kedves nézők látják-e a taktikai csapást, egy közbeiktatást lehet megtenni. Tehát világos azzal operál, hogy vezérőddén egy, huszárőddén egy, Futóüt D5 után megpróbálhatja a gyalogelőnyét érvényesíteni, megpróbálhat kifejlődni, azonban egy közbeiktatás kivégzi teljesen világost. Futóüt F3, és most fedetlen a vezér, ezért ugye vezérű F6. Csak hogy Golyválacinak van egy nagyszerű lépése, futó e 2 sakk, az e 8 álló bástya meghálálja, hogy jól helyezte el, azt a sötét figurákat vezető NVSC sakkozó, és a futóval el kell lépni, ezek után pedig visszaüt a vezérre a sötét, és tulajdonképpen tisztelőnye marad az állásban, és a gyenge D5 gyalogot az aktív sötét bástyák hamarosan lekaszálják, és sötét könnyedén érvényesíti a futó előnyét. Ezek után ugye az edelényi sakkozó hölgy kezet nyújtott, nem kívánta tovább szenvedni az állást, ez volt az első befejezett partink, és utána még sok szép nyerést kasszírozott az NVSC sakválogatottja. Kedves nézőink, az imént bemutatott parti tanpélda lehet arra, hogy miért fontos akár egy-két gyalog áldozata árán is a gyors fejlődés, a kötés és más saktaktikai alapmotívumok tökéletes értelmezése miért fontos egy-egy partiban, és a fejlődés gyors kihasználásával, hogyan lehet a nehéz feladat elé állított ellenfelet megadásra késztetni. Sajnos elfogyott a műsoridőnk, ezért el kell, hogy búcsúzzak önöktől. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!